nézőinket, önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Bence Péter vagyok, főbb témáik néhány mondatban. 500 000 forint a kapcsolatok erősítésére lezárult az önkormányzatok számára kiírt kormányzati pályázati rendszer. Megújul Paks főutcája, a munkálatok előkészítése már folyamatban van. Focival segítettek a kórháznak, jótékonysági futballtornát szerveztek Gerjenben. A tornát népszerűsítették Szekszárdon, gyerekeknek szerveztek sportprogramot a Tolnai megyeszékhelyen. Félmilliárd forintnyi kormányzati támogatásra pályázhattak a települési önkormányzatok, köztük Tolna megyeiek is. Annak érdekében, hogy a határon túli testvértelepülési kapcsolataikat erősítsék. A program most zárult le, a részletekről Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője tartott sajtótájékoztatót. Nyilván a testvértelepülések 2015 előtt is már léteztek, hiszen azok a 80-as, 90-es évek óta folyamatosan élőek voltak, de nagyon sokan a mi hatásunkra kötöttek új testvértelepülési szerződéseket. Mondta el Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője gondolatait annak kapcsán, hogy lezárult a testvértelepülési kapcsolatok építését szolgáló pályázati kiírás, mely 500 millió forintot biztosított az önkormányzatok számára az együttműködések kialakítására és a programokkal való megtöltésre. A testvérvárosi kapcsolat építését szolgáló lehetőség a Nemzeti Újrakezdési Pályázati Csomag része, mely további 2 alappal segítette a határon túli szervezetek munkáját. A 3 pályázatnál összesen körülbelül 3000 különböző projektet, programot, célnak a megvalósulását tudtuk támogatni. A testvértelepülési programnak a keretösszege egyébként 500 millió forint volt, ide magyarországi gesztoró önkormányzatok, illetve megyei önkormányzatok tudtak pályázni. A pénzügyi kereteket nem tudták kimeríteni, mondta Potápi Árpád János. Összesen 335 millió forintra érkezett be támogatási igény. A pályázók között számos Tolna megye is volt. Ilyen például a Tolnai megyei önkormányzat és a Hargitai megyei önkormányzat közötti kapcsolatrendszernek a fejlesztése, vagy például Éregszemcse, Gyimes Középlok és Nagy Bégány települések közötti kapcsolatnak a megerősítése, vagy például a bonyhádi gyerekek és a madifalvi gyerekeknek a nyár végi vagy szeptember elejé tábor a Váraján, a gyermektáborba, szintén ebből a pályázatból volt, vagy lesz támogatva. A külhoni magyar szervezetek támogatására a Nemzetpolitikai Államtitkárság 2011 óta írt ki pályázatokat, melyre az indulás óta több ezer szervezet adott be támogatási igényt. Idén a Nemzeti Újrakezdési Programban összesen közel 1,5 milliárd forinttal segítette a magyar kormány a határon túli szervezetek munkáját. 294 új koronavírus megbetegedést igazoltak hétfőn idehaza. Ezzel a járvány kezdete óta összesen 825.170 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 16 többségében idős krónikus beteg, így az áldozatok száma 30.246 főre emelkedett. Oltást eddig már 5.897.000-en kaptak. Tolna megyében 2 új fertőzöttet regisztráltak a hét első napján, így a járvány kezdete óta összesen 17.938-an kapták el igazolhatóan a koronavírust az országnak ezen a részén. Megújul Pakson a főutca egy szakasza, a munkálatok előkészítése már zajlik is. A tervezésről szóló 114 millió forintos szerződést alá is írt a Szabó Péter polgármester és a kivitelezést végző cég vezetője. 10 évvel ezelőtt újult meg a Paksi főutca egy szakasza, most egy másik részt állítanak helyre ugyanitt. A tervezési munkákról szóló megállapodást már alá is írta a település polgármestere a kivitelezővel. Igazából most még csak a tervezése indul el ennek a beruházásnak, de ez is nagyon komoly feladat. Látható itt mellettem csak a szerződés, tervezési szerződésnek a mennyisége, hogy milyen munkát igényel ez. A szerződés összege egyébként nettó 114 millió 600 ezer forint.
A főutca tervezésénél fontos elvárás az önkormányzat részéről, hogy az óváros hangulatához illeszkedő, de egyben a 21. századi elvárásoknak is megfelelő közterületet alakítsanak ki. Emellett arra is figyelnek majd, hogy minél kevesebb autós használja a helyreállított szakaszt. Alapvetően itt zajlik a forgalom, ugye Paks városának az utcahálózata az olyan, hogy abszolút erre az egy főutcára tereli rá a forgalmat, ezt szeretnénk csökkenteni. Zöld szigeteket alakítanak ki, helyreállítják a csatornahálózatot, és járdafelújításra is sor kerül, de a tervek között parkolók és kerékpárút építése is szerepel. Paks polgármestere azt mondja, több lakossági fórumot is tartanak majd a munka elkezdése előtt. Megújítja az irányított véradás rendszerét az Országos Vérellátó Szolgálat. Az új szabályozás értelmében az eddig közvetlen donorbeteg kapcsolaton alapuló direkt irányított adakozás hétfőtől csak a vért kapó írásos nyilatkozatát követően és vércsoportegyezés esetén valósulhat meg. Még mindig tart a szüreti mulatságok szezonja. A napokban Kétyen, Siolgárdon és Dombováron is megtartották az ilyenkor hagyományos felvonulást. A programok célja a szórakozás mellett a régmúlt idők újbóli felidézése is volt. Az új koronavírus vetette meg kis hazánkban lábát. Mivel pedig gyógymódját nem ismerte senki, lakat került az ajtókra, néhol meg piros cetli. 3 év kihagyás után újra megtartották a hagyományos szüreti felvonulást Siolgárdon. Idén különleges műsorral készültek a szervezők, a falu jellegzetes körtáncát, a karikázót adták elő a népviseletbe öltözött asszonyok. Nagyon örülünk, mert rengetegen öltöztek be, ami nagy öröm mindenkinek, hogy még él a hagyomány a faluba, és ezt szeretnénk is fenntartani. Az eseményt rendszerint 2 évente rendezik meg a faluban. Meghívott csoportjaink is vannak, mint általában minden szüretin. Idén meghívtuk a Bogyiszlói Hagyományőrző Együttest, a Sárpilicsi Gerlice Madár Hagyományőrző Együttest, és a Német Kisebbségi Önkormányzat a Györkönyi Hagyományőrzőket hívta. Kétyen is hosszú évekre visszanyúló hagyomány a szüreti felvonulás. Gödrey Zoltán polgármester azt mondja, próbálnak minden korosztályt megszólítani. Ez a szüreti nap, ez a hagyományoknak megfelelően a legkisebbektől a legnagyobbig, legnagyobbakig érintett, és a műsor program is ugyanígy van összeállítva, tehát szerepelnek a picikék és a nagyobbak, aztán a legnagyobbak és még a legidősebbek is. A te fejed akkora, s a te fejed akkora, csillárom, hopp, 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 csillárom, hopp. Úgynevezett csúfolót éneket Krasznai Gábor, a Dombovári József Attila általános iskola diákja. Az énekzene órákon ritmusok, mondókák, míg magyar órákon a hagyományok felelevenítésével készültek a szüreti felvonulásra. Az elmúlt 29 évben jó gyakorlat ez, hogy a gyerekek valamilyen módon felvonulnak, beöltöznek valamilyen tematika vagy valamilyen téma szerint. Ezt fogják majd látni a kedves nézők, és lesznek mindenféle hangszereknek, borosüvegnek, népi ruhába beöltözött csoportok. Igyekszünk minél tarkábbak, színesebbek és látványosabbak lenni. Idén is több mint 200 ember vonult Új-Dombováron a szüreti forgatagban, ahol nem csak a helyiek képviseltették magukat. Több megyei mazsoret csoport és zenei formáció is érkezett az eseményre. Jótékonysági futballtornát tartottak Gerjenben, a nevezőknek legalább 3000 forintos díjat kellett fizetniük, a szervezők pedig a befolyt összegből a szekszárdi Balassi János Kórház gyermekosztályát támogatják. A sportrendezvényre 3. alkalommal került sor. 9 csapat kezdte el a mérkőzéseket a 3. gerjeni 3000-es tornán, amelyet Kovács Antal nyitott meg azzal a gondolattal, hogy minél több pénzt tudjanak gyűjteni a résztvevők a jó ügy érdekében, sérülésmentesen. Romhányi Károly Gerjen polgármester elmondta, az elmúlt évek sikerén felbuzdulva úgy gondolták, idén sem maradhat el ez a jótékonysági esemény, amelyre ismét megkívásos alapon érkeztek a csapatok. Minden évben, az elmúlt években is törekedtünk gyakorlatilag arra, hogy olyan csapatokat hívünk, akik azért mégiscsak egy picit rokon területről, vagy itt a Paksi Atomerőm vonzás körzetében, mondhatom azt talán szoros együttműködésben vannak, hiszen a nukleáris területről próbáltunk cégeket hívni előző évekhez hasonlóan rendvédelem területén, közigazgatás, egészségügy területén, és hát ez egy nagyon fontos egyvelege ennek az egésznek, és én bízom benne, illetve látom azt így a rendezvény során, hogy azért a csapatok egymás között is nagyon jó beszélgetéseket tudnak folytatni. Nagyon fontos, hogy megismerjük egymást a szerep
szereplők megismerjék egymást, és közösen valami jót cselekedjünk. A 3000-es torna szellemiségéhez igazodva minden résztvevő és néző legalább 3000 forintot fizetett be belépéskor. Idén 756000 forintot gyűjtöttek össze, amelyet most a Tolna megyei Balassa János Kórház gyermekosztályával foglalkozó alapítványnak adhatott át Gerjen polgármestere. Hát nagy megtiszteltetés, elsősorban azt tudom mondani. Anyagi segítség is, ugye a kórházunk gyermekosztálynak az alapítványát támogatja a rendezvény a bevételével, de azt gondolom, hogy az anyagiakon túl nekünk az is nagyon fontos üzenet, hogy a kórházba végzett munkát támogató emberek jöttek itt össze, tehát az anyagi támogatáson túl az erkölcsi támogatást is rendkívül értékeljük. Azt gondolom, ez fontos üzenet minden munkatársamnak. A bajnoki címet a PIP Nonprofit Kft. Nyerte meg, második a Paksi Atomerőmű Padosz csapata lett, harmadik pedig a rendőrség Tolna megyei csapata. A tornát, mint sportot népszerűsítő gyerekprogramot tartottak a szekszárdi sportcsarnokban. Az eseményre Tolna megye számos iskolájából érkeztek a meghívott diákok. Közel 200 tanuló sajátította el játékos formában, izgalmas feladatok által a sportág alapjait. Épp a magasugrás gyakorolják a Do 60 névre keresztelt rendezvényen a gyerekek. Takács Mirko azt mondta, hogy nagyon élvezte a programokat. Nekem egyelőre, amikor a szalagot kellett átugrani, az a magasugrásos dolog. A Magyar Diáksport Szövetség szervezésében indult útjára a Do 60 rendezvénysorozat, aminek a célja, angol nevéből is adódóan, hogy legalább napi 60 perc mozgásra ösztönözzék a diákokat. Most a torna tematikája köré épült az esemény, ahova harmadik és negyedik osztályos tanulókat hívtak meg. A szervezők azt szerették volna bemutatni, hogyan lehet iskolai környezetben élménypedagógiai módszerekkel megtanítani a gyerekeknek egy-egy sportág alapjait. Iskolai környezetben élménypedagógiai módszerekkel hogy lehet a sportágakat megtanulni a gyerekeknek, illetve 340 iskolát és 700 tanulót értünk el ezzel a programmal, tehát azt gondolom, igen reprezentatív mintavétellel tudtuk azt megnézni, hogy iskolai környezetben különböző helyszíneken hogy lehet ezt megvalósítani. A rendezvénynek a szekszárdi sportcsarnok adott otthont, ahova 10 iskolából 200 gyerek érkezett, akik két turnusban próbálhatták ki magukat a pályán. Jöttek kisdiákok Bonyhádról, Tevelről, Várdomról és Bogyiszlóról is. Serer Tamás, a szekszárdi sportközpont szakmai vezetője azt mondja, nagyon örülnek annak, hogy egy ilyen eseménynek adhattak otthont, ahol a gyerekek érdekes feladatokkal, új sportágokkal ismerkedhettek meg. Nagyon fontosnak tartom, mert torna az egy nagyon jó alap, tehát ez a Do 60, ez most kimondottan a tornasportágról szól. Az egyik legjobb alap, amivel a gyerekeknek foglalkozni kéne, és meg kéne ismerkedni. Ügyességfejlesztés, hajlékonyság, egyensúly, és ezek az állomások, ahogy itt végignéztem, ezek mind erről szólnak. Úgyhogy örülök neki, hogy az iskolák eljöttek és részt vettek ebben a programban. A szervezők több hasonló kezdeményezést szeretnének a jövőben is megvalósítani, hiszen a cél, hogy a sport, a mozgás már kisgyerekkorban a mindennapok része legyen, és ez a napi rutin kitartson egy életen át. Regionális híreinkkel megyünk tovább. Törvénymódosítás és jogi védelem. A parlament elé kerülhet a pécsi pedagógus ügye. Tőkejuttatással segítik a cégeket, Pécsen is beindult a gazdaságfejlesztési kezdeményezés. Vetélkedővel ünnepeltek a somogyi láglovagok, 130 éves az öreglaki önkéntes tűzoltók egylete. Törvénymódosítást kezdeményeznek, illetve jogi védelmet biztosítanak a veszélybe került pécsi pedagógusnak, jelentette be a Baranyai megyeszékhely önkormányzati képviselője. Kővár János két hete kereste meg régi ismerőseként Jancsula Dezső, akit bűncselekmény miatt marasztalt el a bíróság. Így elveszheti tanári állását, pedig csak dohányzó renitens fiatalokat akart megfékezni az Apácai Nevelési Központ iskolájánál egy évvel ezelőtt. Kővár János most azt mondja, kezdeményezik a tanárok védelméről szóló szabályok megváltoztatását, a bíróságon pedig jogi védelemmel segítik a meghurcolt tanárt.
Ezek a felvételek október 1-én készültek a Jancsula Dezső történelem tanár melletti szimpátia tüntetésen Kertvárosban. Ő az a pedagógus, akit egy renitens, dohányzó fiatal visszatartásáért talált bűnösnek a bíróság, ezért pedig elvesztheti állását a szabályozás szerint. A sokak igazságérzetét sértő következmények miatt törvénymódosításra lenne szükség, mondta még korábban az ügyben az ÖPE önkormányzati képviselője. Most jogi szakértőkkel elkészítették javaslatukat, amit eljuttatnak a fideszes országgyűlési képviselőköz, jelentette be hétfőn a politikus. A törvény szerint a pedagógust, mint közfeladatot ellátó személyt védelem illeti meg, de nem minden esetben. A közfeladat ellátását alapvetően az iskola falain belül írja elő a köznevelési törvény, és az iskola falain kívül nem ad ilyen lehetőséget. Ezért az az indítványunk, hogy a közfeladat ellátásnak a terét, ennek a megfogalmazását, hogy a tanár milyen helyzetben lát el közfeladatot, mikor illeti őt meg ez a védelem, a közfeladatot ellátó személy védelme, ezt javasoljuk tágítani. Ugye életszerűtlen, hogy csak az iskola falain belül intézkedik egy tanár. De ez már nem vonatkozik például az osztálykirándulásokra, múzeumlátogatásokra, ezen változtatni kell Kővári János szerint. A törvényi változtatás kérelme mellett a bíróságon is segítenek Jancsula Dezső ügyében. Jogi védelmet biztosítanak megfelelő ügyvédek felkérésével. Úgy gondoljuk, hogy lehet bizonyítani azt a helyzetet, hogy ő azért cselekedett így, mert egyrészt egy jogszabályt akart betartatni, a gyerekeket védte, és olyan eszközt alkalmazott, ami nem volt erőszakos, nem volt más megfélemlítésére vagy bántalmazására alkalmas eszköz, az, hogy visszatartott valakit, ez a társadalomra nem volt veszélyes. Tehát azt fogjuk az ügyvédeinken keresztül képviselni, hogy ez a cselekmény ez nem volt veszélyes, semmiképpen nem a büntető törvénykönyv ide vonatkozó része az, ami releváns. Ha lett volna iskolaőr a Pécsi Nevelési Központban, akkor ez az eset nem történhetett volna meg a képviselő szerint. Kővár János elmondta még, a törvénymódosítás visszamenőleg nem mentesíti Dezső bácsit, de ha sikerül változtatni, akkor a hasonló esetek elkerülhetők lesznek a jövőben. Ennek elérését kérte a pedagógus is a politikustól a tanárok segítéseként. Nem hitelből és nem is támogatásból, hanem tőkejuttatásból fejlesztenék a pécsi baranyai cégeket. Erre szolgál a Pécs Városi Tőkealap, amit 3 milliárd forinttal hoztak létre és indítottak el a nyáron. Szeptember végén számoltak be a pécsi fejleményekről. A tőkealap pénzei állami forrásból a Magyar Fejlesztési Bankon keresztül kerülnek azokhoz a hazai önkormányzatokhoz, amelyek élnének ezzel a gazdasági eszközzel. Pécs Városi Tőke Alap olvasható azon az üdvözlőképen, amivel várták az érdeklődőket az egyik pécsi hotel konferencia termében nemrég. A nyáron 3 milliárd forinttal indult vállalkozásfejlesztési lehetőség jelenlegi állásáról, lehetőségeiről számoltak be a vendégeknek. Körülbelül 25-30 megkeresésünk van ma különböző iparágakból, tehát van orvostechnológia, van építőipar, van kreatív ipar, de sok... Mondhatom, az gyártó kapacitása kapcsolatos javaslat, de még élelmiszerfeldolgozása kapcsolatos céggel is egyeztetünk. Azt gondolom, hogy a 25-30 sok, ugye üzleti terveket dolgoztatjuk ki, és ezekről dönteni fog majd előzetesen a Városfejlesztési Zrt. Egyeztetések során, hogy mi az, ami befogadható. Az első döntéseket még idén szeretnék meghozni, mondja az alpolgármester. A Városi Tőkealap létrehozása még az előző önkormányzati ciklusban indult, mondta a helyi Fidesz frakció vezetője, aki tagja a befektetésekről döntő bizottságnak. Én is kíváncsian várom a munkát, ugye mint a befektetési bizottság egyik tagja, várom az ötleteket és a javaslatokat, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen szektorban, illetőleg milyen típusú vállalkozásokban merültek fel azok az igények, hogy esetleg egy ilyen közös tulajdonú, átmeneti közös tulajdonú konstrukción keresztül egy növekedést érjenek el, és valóban mondjuk a régiós vagy az országos piacra, vagy esetleg nemzetközi piacra is a pécsi vállalkozások eljuthassanak. A tőkealap úgy működik, hogy tulajdonrészt kapnak a befektetett pénzért cserébe. Ezzel a növekedni akaró vállalkozások olyan tőke injekcióhoz jutnak, amik segítik a fejlődésükben. A tulajdonrész átmenetileg kerül az alapbirtokába, hiszen a megnövekedett hozamból később visszavásárolható.
7 évre helyezik ki a pénzt. Ennek mértéke a cégek nagyságától függ. 30 milliótól kezdődik, de 1 milliárd forintig is terjedhet. A pénzt állami forrásból biztosítja a Magyar Fejlesztési Bank az önkormányzatoknak. Az ország nagyvárosaiban hoztak létre tőkealapokat, úgy mint Debrecenben, Nyíregyházán, Székesfehérváron, Veszprémben, Kaposváron és Pécsett. Fennállásának 130. évfordulóját ünnepelte a Somogy megyei Öreglak önkéntes tűzoltó egylete. Ebből az alkalomból hagyományos lánglovag versenyt is szerveztek, valamint átadták az elkészült új szertárat is. Kúszófolyosó, célbadobás és hagyományos szivattyúzás is várta az önkéntes tűzoltókat a hétvégén Öreglakon. Mindez nem éles helyzetben, csupán egy barátságos verseny alkalmával. Ez a tűzoltóverseny speciálisan csak erre a rendezvényre került megszervezésre. Ez egy speciálisan ilyen hagyományőrzős jellegű bemutató verseny. És erre csak szűk körbe meghívott egyesületek vannak meghívva, úgyhogy ez most van először. A vetélkedőre a Fonyódi, a Buzsáki és a Balaton-Szentgyörgyi bajtársakat hívták meg a házigazdák, akikkel az elmúlt években több közös bevetésük is volt, főleg viharok során. A helyi önkéntes tűzoltók már kinőtték régi épületüket, ezért most pályázati forrásból két újabb helyiséggel gazdagodtak. Azt gondolom, hogy egy településnek a megtartó erejét nagyban segíti az, hogy mindent megtalálhatnak a településen. A magyar kormány is ehhez próbál minden eszközt megadni a Magyar Falu Programon és más források biztosítása mellett is. Itt Öreglakon is megépült az elmúlt években egy tűzoltó raktár, és most pedig elkészült egy a szerkocsik tárolására is alkalmas nagyobb épület. Az öreglaki lánglovagok német testvértelepülésüktől egy új parancsnoki járművet is kaptak, ami várhatóan a következő hetekben érkezik majd meg hozzájuk. Végül mutatjuk újra röviden, hogy miről szólt a híradó. 500 millió forint a kapcsolatok erősítésére lezárult az önkormányzatok számára kiírt kormányzati pályázati rendszer. Megújul Paks fő utcája, a munkálatok előkészítése már folyamatban van. Focival segítettek a kórháznak, jótékonysági futballtornát szerveztek Gerjenben. A tornát népszerűsítették Szekszárdon, gyerekeknek szerveztek sportprogramot a Tolnai megye székhelyen. Szerdán mediterrán ciklon és a vele érkező hullámzó frontrendszer alakítja az időjárást. Borongós idő lesz jellemző, helyenként kiadós esők, záporok is kialakulhatnak. Hűvös időre kell készülni, közel 10 fokot esik a hőmérséklet. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!